Mindig eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha teli találatosom lenne. Hát az 4, az már majdnem 6. Ez már a Fortuna stúdióban történt. Jöttek a számhúzók, puff, 1-es. Aha, már van egy találatom, akkor kihúztam. Már következőt nem történt semmi. Jött a 3., kihúztam 2. számomat. Aztán jött a 4., kihúzta a 3. számomat, aztán jött az 5., nem történt semmi, és kijött a 6., és kihúzott 4 számomat. Igen, nyertem, és kiderült, hogy 6.000 forintot nyertem. Bementem a lottozóba, és közöltem ott a csajszikkal, hogy most kifosztalak benneteket. Arra emlékszem, hogy kislány voltam, nem tudom hány éves. Édesapám reggel fölkelt, azt mondja, gyerekek, álmodtam 5 számmal. És még mindig játszom ezt az 5 számot, ezt majd odaadom a gyerekemnek, játsza ő tovább, mert ezt nem lehet abba hagyni. Ezt megmutatom, mert ez a vége, ez egy Oscar-díj. Ezt a stábtól kaptam 2011-ben, amikor elbúcsúztak tőlem, kaptam tőlük egyet. Bai Éva, 6-os lottó, legjobb műsorvezető 2011, ezt kaptam. És hát a másik, ami mindenki kacarászik, és tényleg igaz volt, ez az ominózus golyó, picit így megbillentem, hogy ne csillogjon. Komlón voltunk. Ott Komlón volt egy nagyon aranyos, idős bányász bácsi. Krémer Marika tekert, kinyitotta. Bácsi benyúlt, nagy nehezen kinyitotta a gömböt, odaadta a tetőt a Marikának, és ki megnézte, azt mondja, 6-os. Lófasz, 9-es. Igen, volt ilyen, de ezek kellenek, hogy ne legyen unalmas, nagyon édes volt, ez történt.